Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt ház. Nézzünk szembe a tényekkel. Az életünk egy része áthelyeződött az online térbe, vagy legalábbis a természetes és virtuális környezetünk osztozik rajtunk. A figyelmünkön, a gondolatainkon, a választásainkon, az értékeinken. Ezzel együtt emlékezzünk a korábbi német kancellár kijelentésére, mely szerint az adat az új olaj. A napnál is világosabb, az adataink védelme nem csak a személyes szabadságunk és biztonságunk, hanem a számszerűsíthető értékeink szempontjából is egyszerre felbecsülhető és felbecsülhetetlen. Nem túlzás, ha azt mondjuk, adataink értéke fénysebességre kapcsolt. Az értékeink már pedig őrizzük. Ajtóval, jelszóval, zárral, riasztóval. Aki pedig betör az otthonunkba, ellopja az autónkat vagy a pénztárcánkat, bűncselekményt követ el. Legyen világos, így van ez az adatainkkal is. Éppen ezért nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a baloldalnak a tapintatlanságon, a sértegetéseken és a következmény nélküliségen túl olyan területen is sikerült szintet lépnie, amivel a maradék hitelességük is eljátszották. Az ország lakosságának mintegy tizedét érintő SMS botránnyal a rendszerváltás óta a legnagyobb választási csalást valósíthatták meg. És ez nem maradhat kivizsgálatlanul. Mert bár 2 hónapja voltak a választások, régi bűnnek hosszú az árnyéka, különösen, ha az nem is 2 hónapra, hanem a Gyurcsány Tébóig nyúlik vissza. Hiszen Gyurcsány Ferenc Kebel barátja, Bajnai Gordon és titkosszolgálati minisztere Ficsor Ádám által alapított és irányított datadat csoport rendelte meg a választás előtti SMS cunamit, mint ahogy az adatbázist is ők biztosították hozzá. A kérdés az, hogyan? Hogyan rendelkezhet azon állampolgárok adataival, akikkel korábban nem kerülhettek kapcsolatba, és akiknek az adataihoz csak hozzájárulással férhettek volna hozzá, amit nem csak, hogy nem kaptak, de nem is kértek. Az elhangzottak alapján kérdezem, sértette-e a Gyurcsány vezette baloldal kampányában felhasznált eszköz a magyar választók személyes adataihoz fűződő jogait? Köszönöm szépen, képviselőasszony, a válaszlépási Róbert államtitkár úr fogja megadni. Parancsoljon, államtitkár úr, miniszterhelyettes úr. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőasszony. Amit eddig biztosan tudunk, hogy a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda személyes adattal visszaélés miatt rendelte el nyomozást az ön által említett ügyben. Feltételezhetően illegálisan beszerzett adatbázisból a gyanú szerint milliós számban küldtek üzeneteket és indítottak telefonhívásokat a választási kampány során. A Nemzeti Nyomozóiroda mellett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság is vizsgálatot folytat. Szeretném önöket emlékeztetni, hogy a személyes adattal visszaélés vétsége a büntetőjogban lényegében olyan cselekményt jelent, amikor a személyes adatot valaki az adatvédelmi jogszabályokkal ellentétesen kezeli, és teszi ezt haszonszerzési célból, vagy jelentős érdeksérelmet okozva. Mindemellett felhívom a figyelmet a büntető törvénykönyv 219. szakasz első rendelkezésére, amely szerint aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi vagy Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott rendelkezések megszegésével haszonszerzési célból vagy jelentős érdeksérelmet okozva jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel, vagy az adatok biztonságát szolgáló intézkedéseket elmulasztja, vétség miatt 1 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Büntetendő továbbá az is, aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló rendelkezések megszegésével az érintett hozzáféréséhez való jogának gyakorlása érdekében szükséges tájékoztatására vonatkozó kötelezettségeknek nem tesz eleget, és ezzel más vagy mások érdekeit jelentősen sérti. A büntetés 2 évig terjedő szabadságvesztés, ha a személyes adattal visszaélést különleges adatra vagy bűnügyi személyes adatra követik el, és a büntetés 3 évig terjedő szabadságvesztés, ha a személyes adattal visszaélést hivatalos személyként vagy közmegbízatás felhasználásával követik el. Köszönöm szépen, államtitkár úr! 1 perces viszontválasz illeti meg Illés Boglárka képviselőasszony. Parancsoljon, képviselőasszony!
Köszönöm a választ, államtitkár úr. A szabályozás világos, a törvénysértés pedig súlyos. Az pedig még súlyosabb, hogy a baloldal így jelentkezett be az ország vezetésére. Kétségbeesett próbálkozás ez. Egy olyan összefogástól, melynek tagjai nem csak egymást, hanem a magyar embereket sem tisztelik. A választási eredmények azonban úgy gondolom, hogy magukért beszélnek, és a baloldal magabiztos és támadó retorikáját látható módon felváltotta ezen a területen, ebben a kérdésben a csend. Bízom benne, hogy az érintett ügy mi hamarabb kivizsgálásra kerül, és a végére pontot tehetünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Képviselő asszony, egy perces viszontválasz illeti meg Répási Róbert államtitkár urat is, parancsoljon. Köszönöm a szót, egyetértek a képviselő asszony által felvetettekkel. Magyarország demokratikus jogállam, a törvények mindenkire vonatkoznak. Ha pedig valahol felmerül a bűncselekmény gyanúja, akkor a hatóságnak a nyomozásról döntenie kell. A rendőrség a bűncselekmény észlelése vagy tudomásra jutása esetén az általános nyomozási jogkörében eljárva a büntetőeljárást minden esetben a törvényeknek megfelelően megindítja, lefolytatja és végrehajt minden törvényes eljárási cselekményt. Ez mindannyiunk érdeke, hogy kiderüljön a nyomozás során, hogy mi történt ebben az ügyben. Köszönöm a figyelmüket! Köszönöm szépen!